Itt vagyunk Győr belvárosában, tehát közben engem az Instagramon ostoroznak, ostromolnak a kérdésekkel. Mi a célja szerinted a Pajtakult műsornak? Népnevelés, országimázs vagy gasztró? Nem tudom, szerintem Laci, hiába nekem tették fel ezt a kérdést, mégiscsak te vagy a pajtapápánk, az illetékes, aki meg tudja ezt fogalmazni. Van egy alapdefiníció, ugye ezt mi a pajtaalkotmányban szintén beleírhatnánk, tehát hogy mindazon személyek, akik a pajtakultot megtestesítik, mindenek előtt jól kell, hogy érezzék magukat ebben a vállalásban, küldetésben, ez az első számú szabály, mert ha mi ott ki tudunk teljesedni, tudunk gondolkodni, szabadon inspirálódni, együtt megtervezni dolgokat, utazásokat, kihívásokat, sorozatokat, akkor mi véletlenül jól érezzük majd magunkat. Ez pedig előrevetíti a népnevelést, az országimást. És volt a harmadik? A gasztró. És a gasztró, mert hát... Teljesen a része egyébként ennek a jó. Nem eszünk és nem magunkat. Iszunk mellette, akkor hát, töredékét éri a küldetés. Igen. Igen, egyébként nekem így az országimás például egyáltalán nincs benne, tehát hogy azt gondolom, hogy jó terméknek nem kell cégér, vagy jó munkának. Igazából annyi kincset rejteget a magyar vidék, és a pajtán keresztüli tartalmak annyira értékesek, és információval, meg emberi érzésekkel telítettek, hogy azt gondolom, nagyon nem kell ezt nekünk így promotálni, hanem csak egyszerűen hagyni kell, hogy önmagát kicsomagolja, és megmutassa, hogy mennyi minden megvalósulhat benne. Nem? Egyrészt igen, másrészt viszont, ha pajták valóban dokumentumszerűen, fényképeken, képeslapokon előállnak majd, akkor egy új valóságot tudnak megmutatni. Egy párhuzamos dimenzió? Pajta univerzum, Laci? A pajta az mindig a hátsó épület, kérlek szépen. Először a főhomlokzatot látod, tehát köze nincs a pajtához. A pajta az egy ilyen rejtett dimenzió a magyar utcaképben, és ezt szerintem azért fel kell térképezni, fel kell tárni. Vagy hátulról kell fotózni, mint Vörös-tó mindent, és akkor Laci, teljesen más dimenziót kapsz. Ez nem egy utópia, szerinted? Nem. Létezik? Megközelítés kérdése minden, mert most a fő utcáról nézzük a dolgokat, de mi a kertek alatt szeretnénk suhanni. Ez is a lényeg, és akkor már gyümölcsfákba botlunk, gyümölcsfát ültetünk. Tündérkertekbe. Tündéreket látunk, vagy képzelünk, úgyhogy sok itt még a kihívás és a tennivaló. Az ilyen vélem hát.